Makaó a volt portugál kolónia, amely ma Kína különleges közigazgatási területeinek egyike, a Gyöngyfolyó deltájában fekszik. Hidat alkot a kelet és a nyugat között már régóta, és ekközben örökké mozgásban van. Látogatók ezreit vonz a nappal és éjjel is. A turizmus hatalmas biznisz Makaóban, milliók érkeznek ide évről évre, hogy élvezzék a szórakoztatóipar és a kulturális örökség gazdag elegyét. Úgyhogy méltó színhelyül szolgált a Global Tourism Economy Forumnak, amelyet ott rendeztek nemrég. A turizmus szakértői és döntéshozói azért épp Kínában találkoztak idén, mert ott új korszak nyílik most ebben az iparágban. Peking és Brüsszel együttműködik a turizmus és a befektetések érdekében is. Az Európai Unió és Kína a két legnagyobb fogadó és kibocsátó régió. Akár a határon túlra utazók számát, akár a határon túlról fogadott látogatók számát tekintjük. És mostanra túl vannak a kapcsolatépítés nehéz időszakán, amikor sikerült nagyon erős együttműködést kialakítaniuk. Úgy látom, hogy a beindult növekedésnek lesz folytatása. Nem véletlen, hogy ennek a sorrendben 7. globális turisztikai fórumnak az Európai Unió is hivatalos partnere volt. Úgy gondolom, hogy miközben boldogan engedjük egyre több kínai utazónkat, hogy saját élményeiken keresztül fedezzék fel Európát, ezzel azt is el szeretnénk érni, hogy Európában is egyre többen ismerkedjenek meg a kínai életvitellel, és aztán el is jöjjenek, hogy lássák, hogyan is megy ez itt Kínában. Az Európai Unió tárgyal a légi összeköttetés javításáról és a vízumfeltételek könnyítéséről is, hiszen az emberek mihamarabb utazni szeretnének, mégpedig átszállás nélkül. Egyre kevesebb türelmük van a sok papírmunkához is, úgyhogy ezeken dolgozunk partnereinkkel. Mindeközben a turizmus új technológiái beleszólnak a szektor mindennapjaiba. Az Európai Unió jóvoltából a látogatók anélkül megérkezhettek úti céljukba, hogy elhagyták volna az irodát. Ahelyett, hogy elmennének egy igazi vásárba, bejelentkeznek egy virtuális rendszerbe, ahol megtalálnak minden olyan információt, amit csak keresnek, akár 3D-ben is. És a felhasználók kapcsolatba tudnak lépni egymással is. Ilyen még sosem volt. Makaó nagyon szeretne nagyobb szeretet kihasítani az európai turizmus piacából, úgyhogy igyekszik izgalmassá tenni éjszakai életét, és kialakított egy történelmi központot, amelyet az UNESCO fel is vett világörökség listájára. Ezzel együtt jövőjén is dolgozik. Több mint 40 kilométerével ez a világ leghosszabb tengeri hídja és alagútja. Makaót, Hongkongot és a Gyöngyfolyó deltájának nyugati partját köti össze. A turisztikai fórum résztvevői élőben követhették az avatóünnepséget. Ez a híd nagyon fontos szerepet játszik a helyi infrastruktúrában, mert biztosítja az összeköttetést. Ezen kívül önmagában is látványosság. Magunkat ismerve sok minden jön itt majd még szóba, például az áru- és személyszállítás fejlesztése, és persze épülnek majd új szállodák is. Kína hidat épít a jövőbe, és az Európai Unió egyre fontosabb partnere akar lenni ebben, főleg a turizmus terén. Új erőt akar adni azoknak a gazdasági kapcsolatoknak, amelyek története sok-sok évszázaddal ezelőtt a selyemúton kezdődött.